A Kiskörösi Teniszklub Egyesület évente több versenyt is szervez. Augusztus 26-án azonban egy kiemelkedő eseményre került sor, ugyanis a közel 50 taggal rendelkező klub fennállásának 40. évfordulóját ünnepelték, melynek alkalmából rendezték meg a Memorial Kupát. A klubnak az alapítóiról, az eltávozottakról többek között egy ilyen megemlékező esemény ez, és ilyenkor nem meghívásos, főleg a klubtagokkal szövetkezve alakítjuk ki ezt a házi jellegű versenyt. A Memorial Kupa páros csoportmérkőzésekkel kezdődött, majd a rájátszás során dőltek el a helyezések. A kupa 3 pályán zajlott le, amelyen 12 páros mérkőzött meg. Az ápolt környezetben, a kiválóan előkészített pályákon jó hangulatban zajlottak le a küzdelmek. A teniszpályáink az a térségben kiemelkedőek, azt kell, hogy mondjam. Tehát egy amatőr teniszklub vagyunk azért jobbára. Komolyabb versenyeket nem rendezünk, de viszont a kialakítása, a méretek teljesen megfelelnek annak a úgymond profi követelménynek, amit egy komolyabb versenyeken is lehet látni, akár a tévében. A megfelelő körülményeknek köszönhetően a klub rendszeresen szervez versenyeket az év folyamán. Van egy évnyitó és egy évzáró versenyünk, illetve több verseny is zajlik a nyári szezon során. UB3-os csapatunk van a Magyar Tenisz Szövetség rendszerében, szervezésében, illetve házi bajnokságban rendszeresen megmérethetik magukat itt a klubnak a játékosai. A héten kezdetét veszi az UB3-as csapatbajnokság, emellett pedig folyamatosan zajlik a Kiskörösi Teniszklub Egyesület házi bajnoksága, a szezon végén pedig megrendezésre kerül a régi hagyományokra visszanyúló Mázli Kupa.